Sziasztok! Itt sajnos nem. Itt, és itt vagyunk. Sokfelé hallható, hogy a mai fiatalok egyik kedvenc időtöltése a mozizás és a tévés rozatnézés. Tájékozódásképpen készítettünk egy közvéleménykutatást a mai egyetemisták körében, amelyben felmértük sorozatnézési, illetve filmnézési szokásaikat. A grafikonon jól látható, hogy a megkérdezettek több mint fele 6 órát is képes a képernyők előtt tölteni, s nekik is a többsége akár 10 órát képes filmnézéssel és sorozatnézéssel foglalkozni. Kérdéseinkből fényderül arra is, hogy a mai egyetemisták fele nem tud dönteni a sorozatok és a filmek között, azonban a másik fele inkább a sorozatot szereti. És miért vagyunk itt az Egyetem Tanulmány és Információs Központjában? Hogy kamerával személyesen utána járjunk a mai szegedi főiskolások és egyetemisták filmnézési és sorozatnézési szokásainak, és hogy kedvenceik közül ajánljanak nekünk egy párat. Szia, mennyi időt töltesz sorozat, illetve filmnézéssel? Hát attól függ, hogy milyen időszakban, például vizsgálőszakban sokkal több időt töltök filmnézéssel. 1-2 rész naponta, napi egy film az szokott lenni esténként. 2 hetente egyszer. Hol nézed az általad kiválasztott mozifilmet vagy sorozatot? Hát mozifilmeket nagy részét megnézem a premiért moziban, a sorozatokat pedig szerintem általában interneten, és letöltöm valahonnan, hogyha találok hozzá a forrást. Végülis, hogyha anyagira megtehetem, akkor inkább moziba járok. Interneten van egy honlap, és ott minden héten kiadják feliratosan, és akkor azt nézem. Milyen műfajú sorozatokat és filmeket szeretsz nézni? Én nagyon szeretem a horrort, és azt szoktam nézni moziban. És hát ez néha katasztrófa, hogy én tényleg sikongatom. Inkább vígjáték. Gondolkodható filmek azok, ami inkább kikapcsolnak engem. Filmben egy eléggé tipikus akciófilm, illetve vígjáték. Általában inkább az ilyen fantasztikus témájúakat. És akkor nézzük is meg, diáktársaink, miket ajánlanak nekünk. Mit ajánlasz másoknak, és miért? Hát nyilván, amit most nézek, én nagyon szeretem a Dextert. Egy gyilkosról van szó, egy sorozatgyilkosról, és szerintem mindenkit érdekel az, hogy hogyan gondolkodhat egy ilyen ember, hogy lehet egyáltalán családja, élhet-e normális életet, vagy hogy fogja fel a körülött lévő világ zajlását. Walking Dead, az összes rész olyan, hogy gyakorlatilag megfog, és ott ülök 45 percen keresztül, és gyakorlatilag majdnem megnézem még egyszer, mert nagyon jó. Az összetartás miatt, hogy a legnagyobb részben is össze tudják fogni az emberek, és túl tudják lépni ezeken a dolgokon. Igazából minden műfajból merít, és tényleg így magával ragadó. Én most a Rontó Ralphot néztem meg. Ez egy animációs film, és arról szól, hogy a régi játékgépekből, vagyis hát benne a gépekben élnek ezek a játékosok, a játékok maguk, és hogy ők hogy élik ott az életüket, miután vége van a teremben a tehát, hogy zárás van a teremben, és utána ők hogy élnek tovább, és nagyon jó, és nagyon tanulságos. A Trónok harcát ajánlanám, és azért, mert ilyen tök váratlan fordulatok vannak benne, például olyan karakter meghal benne, akire soha nem is gondolná, hogy meg fog halni. És szerintem ez így tök izgalmassá teszi az egész sorozatot. Big Bang Theory, elég ilyen geekes sorozat, szóval az nem mindenkinek ajánlható szerintem. Mondjuk én infos vagyok, nekem mondjuk azok a viccek meg a utalások többsége az érthető. Szerintem nagyon vicces, és esetleg valaki magára is ismerhet a karakterekben. Holdkötők társasága, az tényleg minden tekintetben nagyon jó, elgondolkodtató. Egy nagyon hagyománytisztelő iskolába egy magyar, vagy hát angol tanár, ugye angol film érkezik, és akkor megpróbálja a diákokat önálló gondolkodás, hogy igenis próbáljuk elgondolkodni az, hogy mi a szép, mi a jó, értékeket keressünk, ragadjuk meg a napot, a kínálkozó lehetőségeket, de nem túlságosan. Hát aztán kellően szomorú, amikor az egyik fiú meghal, öngyilkos lesz, mert hát nem olyan az élet, ahogy ő szeretné. Műsorunk végére értünk, reméljük találtok kedvetekre filmet vagy sorozatot az ajánlottak közül. Köszönjük a figyelmet mára, találkozunk legközelebb, sziasztok! Amikor szörnyű bosszúm lesújt rá!